Sziasztok! Én Evelyn vagyok, és a mai videóban egy olyan trükköt fogok nektek megmutatni, hogy hogyan is göndörítsétek be a hajatokat hő nélkül. Ugye a hajunkat be lehet göndöríteni hajvasalóval is, vagy különféle hajgöndörítőkkel, de ezekhez a cuccokhoz mind hő kell és áram. Ehhez a trükkhöz nem kell áram, sem hő, és ezért hő nélkül. Többszörös gondot szokott okozni ez a lányoknál, hogy van egy esemény, és nem is tudod, hogyan készítsd el a hajadat. Hát én megmutatom. Igaz, hogy egy nappal azelőtt azért el kell készíteni a hajadat, de hogyha hamar gondolkozunk, akkor simán megcsinálhatjuk. Most pedig megmutatom egy videóban, hogy mihez lesz szükségetek. Szükségetek lesz alufóliára, ollóra, és hajcsatokra, ilyen hullámos hajcsatokra, hullámcsatokra. Hát ugye, amit a hajunk köré csavarjuk, vagy a hajunkat rácsavarjuk erre az alufóliára, és ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy kb. Egy ilyen részt levágunk, majd meg is mutatom nektek, ollóval vágatok le egy ilyen nem kicsi, nem túl nagy részt. Kb. Egy ilyen részt, elszakítottam, nem baj. Egy ilyen részt, ugye ez nagyon hamar szakadt, szóval vigyázzatok vele, úgy mint látjátok, most is nekem elszakadt. És ezt így hajtsátok felébe, így. És utána tárjátok szét, és ott, ahol meg van jegyezve, ott szintén vágjátok el. Így. És így egy nagyból van ilyen két ilyen közepes kisebb, és ezt is így hosszában felébe hajtjuk. Így, ezt már leszedem. Így egy ilyet kapunk. Így van egy ilyen, és így hosszába felére hajtjuk. Így. Ne felejtjétek, hogy hosszában. És ebből csináljátok többet, amit úgy gondoljátok, hogy elég lesz a hajatokra. Mikor már megvannak ezek, elkészítettétek ezeket, akkor rátérhetünk arra, hogy hogyan csináljuk meg a hajunkat. Itt lesz szükségünk a kezünkre, persze, mint mindig, és így elválasztjuk a hajunkat, csak úgy, ahogy tudjuk, és mondjuk én most a bal oldalamat begumizom, hogy engem ne zavarjon, hogyha az egyik oldalamat fogom csinálni. Fú, de rosszul néz ki, nem baj, ez most itt. Mindegy. És ilyenkor válasszunk le egy kb. Egy ilyen részt a hajunkból, az elsőre. Így a többit tegyük el. És ekkor vegyünk egy ilyet, egy alufóliát, tegyük ide fel, és csavarjuk rá a hajunkat az alufóliára, így ahogy én csinálom, így, és így az alufóliát, ezt így zárjuk rá a hajunkra, de természetesen ez így még nem stabil, így most ilyenkor vegyetek elő egy hullámcsattot, és fixáljátok le a hajatokat. Így. Így csináljátok meg az egész hajatokon. Ha mindez kész van, akkor szerezzetek egy kendőt. Ezt így, ahogy én. Így tegyétek fel a hajatokra, és így a többit így hozzátok így előre. Így,
és ezt a két részt itt. Keresztbe tegyétek át, és hátul pedig kössétek meg, hiszen miután ez megvan, akkor ezzel a kendővel és a hajjal, ami alatta van, menjetek aludni. És ez abban fog segíteni, hogy éjszaka nem fog szétmenni a hajatok. Reggel, mikor én is felkelek, hozzácsatolom azt a videót, ahogy szétszedem, és milyen göndör lesz a hajam. Szóval ebben a videóban benne lesz a reggel is. Addig is, sziasztok! Sziasztok! Most már reggel van, és felébredtem én is, és most pedig bemutatom, hogy hogyan is fog kinézni a hajatok, miután aludtatok benne. Első lépésben szedjétek szét a kendőtöket. Így. És most pedig fokozatosan szedjétek le. Először a hajcsattot, és utána pedig bontsátok ki a hajatokat. Ó, nézzétek! És így csináljátok meg. Miután kibontottátok az összeset, így mint látjátok, ez nem nagyon természetes. Így hát segítünk ezen. És akkor így elkezdjük így egy kicsit szétbontogatni ezeket a hajakat, ezeket a hajtincseket. Hogy azért szebb legyen. Bontogassátok szét. És utána gondoljátok, kicsit meg lehet fésülgetni, amennyire szeretnétek. És így itt lesz ilyen hullámos, és lent lesz egy ilyen kis kunkorodó, mit tudom én, micsoda. És ha kifésültétek nem nagyon a hajatokat, akkor beletehettek valamit, és tökéletes lesz a hajatok. Nem lett valami göndör, de hullámos lett. Így. Nekem ez nagyon tetszik. Remélem, már ti is kipróbáljátok. Sziasztok!